Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves tévénézőt, önök a Családban maradt Családmagazin júniusi adását látják. Gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus és családkonzulens is segíti a koraszülött gyermekeket és családjukat a májusban megnyitott Kecskeméti Kora Mentorházban. A Korábban érkeztem alapítvány 1,2 milliárd forint uniós és kormányzati forrást nyert el egy olyan program kidolgozására, amely valamennyi hazai koraszülött osztályon alkalmazható lesz. Emellett mentorokat képeznek, és három mentorházukban sokrétű szolgáltatást nyújtanak a családoknak. Játékok, készségfejlesztők és számos ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás várja a szülőket és a gyermekeket a Rákóczi út 32 szám alatt megnyitott Kecskeméti Kora Mentorház. A ház három szobájában mozgásterápiás foglalkozásokat tartanak, de van külön terem gyásztanácsadásra és családkonzultációra is. Ezen kívül pszichológus és mentálhigiénés szakember is a családok rendelkezésére áll. A csoportos gyermekfoglalkozásokhoz, a szenzomotoros tréningekhez tornatermet is kialakítottak, a pelenkázó szoptató helység pedig magától értetődő. Egészen pici kortól már ingató foglalkozáson vehetnek részt nálunk a gyermekek. Van gyógytorna, konduktív pedagógia és hupleterápia jelenleg. Gyógypedagógiai tanácsadás, és tervezzük a logopédiai tanácsadásnak is a bevezetését. A Kecskeméti Mentorház megálmodója a Korábban érkeztem alapítvány, a kialakítását pedig egy Európai Uniós projekt tette lehetővé, amellyel a délalföldi régió koraszülöttein és szülein segítenek. Magyarországon az évente 95 ezer újszülött közül minden tizedik idő előtt jön a világra. A projekt központi eleme éppen ezért egy olyan modellprogram, amely lehetővé teszi, hogy sorstársak mentorként segítsék az érintett családokat a veszélyeztetett várandós időszaktól kezdve, egészen a gyermekek 6 éves koráig. Rádi Katalin az alapítvány alapítója szerint ugyanis ezt a traumát csak közösségben lehet feldolgozni. Azt gondolom, ha megfogjuk egymás kezét, akkor van módunk arra, hogy megéljük az anyaságot úgy, ahogy kell, megéljük az apasságot, és megpróbáljuk értékelni azt, hogy a kicsi kincsünk, aki nem 40. hétre született, hanem sokkal, de sokkal előbb, elhiggyük azt, hogy ő is ugyanolyan kincse a társadalomnak, és hogy az a kötődés, az az anyaság, az igenis ott van, amikor megszületik a gyermek. Kecskeméten nagyon emelt szintű PIC van, a megye, a régióból, a megyéből jönnek gyerekek, kiváló szakemberek vannak, és pici hősök, pár száz grammos pici hősök, szükség van az anyáknak rá. Becskiskun megye elég nagy, a programunk 2020-ig tart, és utána 5 év a fenntartása, amit az Európai Unió biztosított, amiért nagyon hálásak vagyunk a magyar kormánynak és az Európai Uniónak, és fontos az, hogy ne csak Kecskeméten érjük el a szülőket, hanem a járásokban, akár a Bácskiskun megye legkisebb településén is felismerjük, megtaláljuk, és a közösségbe be tudjuk vonni ezeket az anyákat és apákat. Hisz azt gondoljuk, hogy a legkisebb egység, a család, ha egészséges, akkor a társadalom is egészséges. Pszichésen borzasztóan nehéz teher alatt vannak ezek a családok, és azt gondolom, hogy ez segít abban is, hogy újabb és újabb gyerekeket vállaljanak egy ilyen trauma után. Azt gondolom, hogy a sorstárs közösségnél nincs fontosabb erő, ami átsegítheti őket. Ezért vagyunk itt, és ezért dolgozunk. A három városban, Szegeden, Gyulán és Kecskeméten kialakított mentorházakban az egész családnak komplex szolgáltatást tudnak nyújtani. A leendő mentorok egy 20 órás alapképzésen esnek át, ezzel a tudással felvértezve pedig már ők is támogathatják a koraszülött gyermeket nevelő családokat. Negyedik alkalommal és több mint 40 szakember együttműködésével szervezték meg Kecskeméten az idei születésünnepet, hogy segítséget, támogatást, információt nyújtsanak a városban élő várandósoknak, édesanyáknak. A május 6-a és 16-a között megrendezett rendezvénysorozat nagyjából 80 programján, hozzávetőlegesen 700-an vettek részt. A kínálat minden évben bővül, és lassan nem lesz szakterület vagy foglalkozás, ami ne képviseltetné magát a programok között. A következő percekben a születésünnep néhány programjáról készült összeállításunkat nézhetik meg. A szervezők az idei születésünnep programsorozatot megelőzően két rajzpályázatot is kiírtak. Az édesanyák az anyaság témakörében alkothattak, a gyermekek pedig azt rajzolhatták le, hogy miért jó gyermeknek lenni.
A pályázaton 125 iskolás és 11 óvodás gyermek, valamint 13 alkotókedvű édesanya vett részt. A műveket a közönség és a vizuális kultúra területén tevékenykedő szakmai zsűri értékelte. Mély érzéseket keltettek bennünk. A pályamunkákra azonban személyesen és a legnagyobb közösségi oldalon keresztül is lehetett szavazni. A Malom Központ könyvesboltjában megrendezett eredményhirdetésen a Kecskemét város kedvence díjat Szemereiné Pataki Klaudia polgármester adta át. A díjazottak mellett minden induló ajándékot vihetett haza. Az évről évre egyre népszerűbb anyáknapi virágültetést, a születésünnep nyitó rendezvényét a Kecskeméti Mami tagjai ezúttal is az 1956-os emlékhely köré szervezték. A résztvevő édesanyák annyi névre szóló szívecskével ellátott virágot ültethettek, ahány gyermekük van. A város nevében Engert Jakabné és Lévai Jánosné önkormányzati képviselők köszöntötték a megjelenteket. A családok összesen mintegy 200 virágpalántával díszítették az emlékhelyet. A kezdeményezés mellől ezúttal sem hiányozhatott a jótékonyság. A résztvevők tartós élelmiszerrel és tisztálkodási szerekkel támogathatták a rászoruló édesanyákat. A felajánlásokkal az Elkecsap, az Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány helyi családokat segített. Nagyon sok kárt okozhat a fejlődő személyiségben az, hogyha nem jól tanítja meg a szülő az érzéseket. A gyermekvárás alatt sokak fejében kialakul egy ideális kép arról, hogyan él majd a család, ha megérkezik a kicsi. Milyen nevelési elvek mentén egyengetik majd a gyermek útját, melyek azok az értékek, amelyeket át szeretnének adni neki. Ez a kép azonban gyakran távol kerül a valóságtól. Verdonné Simon Ildikó tanácsadó szakpszichológust általában ilyenkor keresik meg a szülők. Hogy hogyan lehetünk jó szülők? Abban az, hogy mit olvasunk róla, mit döntünk el, hogy hogyan csináljuk, milyen elveket követünk. Ezek kevésbé számítanak, sokkal többet számít az, hogy mennyire értjük önmagunkat, mennyire értjük a szüleinkhez való kapcsolatunkat. Hogyan lehet boldog, kiegyensúlyozott gyermeket nevelni? Ez volt a témája annak az előadásnak, amelyet a pszichológus a születésünnep keretében a Híres Agora Kulturális Központban tartott. Nagyon szeretném, hogyha az előadás során, ahogyan a testi egészséget fontosnak tartjuk, és annak a biztosításában nagyon sok tudása van a szülőnek arról, hogy hogyan kell a táplálkozást megszervezni a gyermek egészsége érdekében, hogyan kell lázat csillapítani. Ezt valósítani. A lelki egészség, a mentális egészség biztosításához, a lelki folyamatok megértése, azt gondolom, hogy nagyon fontos. Mint a rendezvényen elhangzott, önmagunk megértése az alapja annak a hitelességnek, amellyel egy szülő biztos érzelmi alapokat adhat gyermekének. Ha tudatosan megéli saját érzéseit, akkor tud kreatív és spontán lenni, és akkor tudja a gyermekben is kialakítani ezt a képességet. Baba érdek, mama érdek, ne legyen probléma, tehát mi úgy vezetjük, megkészítjük a szülést. Ezeket az irányelveket tartják szem előtt az orvosok a szülészeti osztályon Kecskeméten. Az ott dolgozók mindegyike azon van, hogy a kismamák megkapjanak mindent, amire szükségük van, érezzék jól magukat a szüléskor, és boldogan távozzanak otthonaikba. A születés ünnep alatt szervezett látogatás alkalmával 12 kismama érkezett az osztályra, hogy betekintést kapjanak arról a helyről, ahol a születés csodáját élhetik majd át. Megnézzük ugye a szülőszobát, hogy milyen, hogy hova kell majd megérkezni. Ugye a kismamának hasznos információval látta el őket a Dömötörnél Ridegrozi szülésznek, aki most a körbevezetést csinálta. Szüléssel most konkrétan így nem találkoztunk fent, de egy kisbaba sírással igen, ami mindenkit ilyen pozitív élménnyel töltött el, illetve a gyerekágyas osztályt néztük meg, hogy majd a baba megszületése után hová kerülnek le az anyukák. A sétán részt vett Kazinci Krisztina is, aki most várja második gyermekét. Az első babáját máshol szülte, így ez a program remek alkalom volt arra, hogy megismerkedjen a kórházzal. Az első gondolata az volt, hogy milyen szép helyen hozhatja világra gyermekét. Nagyon tetszenek a roomingén szobák, hogy már csak az van, hogy minden szobához fürdőszoba tartozik, és nagyon tetszett az egyágyas, maga a szülőszoba is, hogy egyágyas lehetőség is van.
úgyhogy nagyon barátságos, meg az aranyóra is nagyon tetszik, ami szülés után eltölthetünk a babával. Az egészséges étkezésről, az ételallergiáról és a szoptatás melletti hozzátáplálásról tanulhattak az édesanyák egy beszélgetés keretében, amelyet a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara hirdetett meg. Nagyon sok családot érint az ételallergia vagy egyéb ételintoleranciával kapcsolatos kérdések, kisgyermekes családoknál is, tehát van, amikor már a babáknál felmerül ez a kérdéskör, de van, amikor felnőtt korban derül ki, hogy valaki valamilyen ételt nem fogyaszthat, illetve jobban van tőle, ha nem eszik adott ételtípust. Szabó Zsuzsanna Beatrix elmondta, hogy a születésünnep számos programján részt vett már, hogy a lehető legtöbb információt szerezze meg babája egészséges fejlődéséről. Egyelőre ugye anyateljes, csak és kizárólag Lili, viszont nem sokára elkezdődik a hozzátáplálás, és nagyon érdekel, hogy milyen fokozatokban, tehát van ez az új falatkás hozzátáplálás, annak a részleteiről esetleg, hogy megtudhatok egy pár dolgot, illetve tényleg így az allergén bevezetés, az is nagyon fontos. Szabó Béláné védőnő volt az egyik előadó, aki a szoptatással kapcsolatban gyűjtötte össze a tévhiteket, és tette helyére a fals információkat. Például a cumisüveg az elviszi a szoptatástól, és akkor ugye meglepődnek, hogy hát próbálják, szoptatnak, de mégse sikerül, tehát a cumisüveget kap, akkor az elviheti. Kisgyerek mellett munka, tehát amikor már elkezd valaki gondolkozni azon, hogy majd, ha kicsit nagyobb lesz a gyerek, akkor kezdjen valamit magával. Később azokat az anyukákat várták szintén az iparkamara épületébe, akik azon gondolkodnak, hogy vállalkozást indítanak kisgyermekük mellett, de szó esett a rugalmas foglalkoztatási formákról is. A születésünnep rendezvénysorozat során a kismamák szórakozva csinosodhattak is Kecskeméten. A várandós és kisbabás anyukák gyermekeikkel vérpesdítő latin ritmusokra mozoghattak együtt. A Mamin Baba Fitnessen mindenki jól érezhette magát. A hangerő gyermekbarát volt, a koreográfiák pedig táncos és sportmód nélkül is követhetők voltak. A csinosító fitness azért különleges, mert a kellemes anyaközelség és a ringatózás jót tesz a babáknak, és közben az anyukák is mozoghatnak egy kicsit. Cinkóci Dori Szilvia mentálhigiénés tanácsadó és aerobik edző stábunknak elmondta, ez az országos franchise elsősorban az édesanyákat mozgatja meg, de közben a babák ritmusérzéke is fejlődik. Szilvia már várandós kortól ajánlja ezt a fitnesst addig, amíg jól esik a kismamáknak, de a szülést követően csak 6-12 hét elteltével várja vissza az anyukákat. Negyedik alkalommal szerveztek a családok tiszteletére pünkösdi villámcsődületet és zenés táncos vigalmat Kecskeméten a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület tagjai, a fenntartásában működő megyei esélyteremtési iroda, valamint a Szóra Katénusz Játékmúzeum munkatársai. A programon több százan vettek részt. 1, 2, 3, családban élni jó felkiáltással kezdődött itt el Kecskeméten a pünkösdi vigadalom, ezután pedig színes buborékokkal fújták tele itt a főteret, de a villámcsődületen kívül számos színes programokkal készültek a szervezők, és itt áll mellettem Engert Jakabné főszervező, a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület elnöke. Üdvözlöm, miért helyezték a hangsúlyt idén a családokra? Elsősorban azért, mert 2018 a családok éve, és úgy gondolom, hogy egy olyan civil szervezet, mint a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, fontos, hogy elsőként csatlakozott ehhez a családok éve programhoz, Kecskemét város pedig egy gyerek- és családbarát város. Immár negyedik alkalommal rendeztük meg a pünkösdi vigadalmat, és ebben az évben a fő hangsúlyt elsősorban a családokra helyezzük, és minden olyan kísérő program, ami ehhez kapcsolódik, és amit ma itt tudnak a családok együtt kézműveskedni is, virágkoszorúkat fonni, amit a gyermekek majd a pünkösdi király választás során a kislányok a fejükre tesznek, és minden hasonló
kis kézműves dolgokat tudnak készíteni, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos esemény, hiszen a család az a legfontosabb erőforrása mindannyiunknak, és hát arról se feledkezzünk meg, hogy május, mondhatjuk azt, hogy a családok hónapja, hiszen ha az anyák napjától végigvesszük a májusnak az ünnepkörét, egészen bezárólag én mondanám még a júniust is, hiszen Magyarországon az apák napját júniusban ünnepeljük, vagy erre van egy külön ünnepi alkalom, hogy így kerek az egész, a család, apa, anya és a gyermekek, és természetesen a nagyszülők is. És ha a pünköstre térünk most vissza, hiszen ma pünköst hétfő van, a keresztény ünnepkör mellett nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a népi hagyományokra, azokra a népi szokásokra, amelyek a pünköst köré szerveződtek korábban is, a mai modern korban is kapjanak egy nagyon szép értéket. A családi életet népszerűsítő program egyik házigazdája Gulyás László vándormuzsikus volt. Vándor vagyok én, vidát mondok én, hegyek, völgyek, csillagok közt vígan. A pünköst hétfői zenés táncos programsorozaton, amelyen a ballószögi kincsecskék is felléptek, több száz család vett részt. Akik eljöttek, jelenlétükkel igyekeztek demonstrálni a család fontosságát. Láttuk a Facebookon ezt a hirdetést, hogy ilyen családi villámcsődület lesz, és akkor el szoktunk jönni mindig másfajta ilyen hívásokra is, és akkor azért. Mit szól ahhoz, hogy idén a családokat helyezték pünköskor a középpontba? Nagyon örülök. Mi így élünk, úgyhogy nekünk ez csak jó. Az ön számára mit jelent a családja? Mindent. Mit tetszik szólni ahhoz, hogy az idei pünkösd a családokról szól? Hát ez nagyon szép dolog, hogy a családokról szól, hogy megemlékeznek a családokról. Mit jelent önök számára a család? Ó, sokat. Sokat. Nagyon összetartunk, úgyhogy sokat. A nap egyik legizgalmasabb része a Bahorka társulat irányításával zajló pünkösdi király és királyné választás volt. A pár idén is a gyermekek közül került ki. A pünkösd király választás az középkorra visszaeredeztethető ünnep, és ez a legények között egy hatalmas nagy esemény volt, ugyanis itt megválasztották a legügyesebb legényt. A fiatal serdülő legényekből mindenféle feladatokat adtak neki, ügyességi feladatokat. Ugye régen még akár ilyen bivaj döntés is volt, de most nem fogunk bivajokat döntögetni, hanem köldögdüdörgetés, meg kolomdöntés, és mindenféle hasonló ügyességi játékot fogunk velük játszani. A lányokat sem hagyjuk árván, mert lesz kis királyné járás, vagyis pünkös királynét fogunk választani, és aztán végén nagy mulatságot fogunk csapni. Mivel jár ez a titulus? Hát ez a titulus azzal jár, hogy az a legény, akit pünkös királynak választottak, annak bizony igen nagy becsülete volt, de csak egy évig, azért is mondják, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság. A pünkös királynak a legények között volt a döntő szava egy éven keresztül, minden mulatságba bába hivatalos volt, és mindenhova meghívták, és igazából ő neki aztán tényleg a kontójára ihatott bárki. Sokan jelentkeztek a megmérettetésre, azonban voltak olyan kisgyermekek, akik inkább távolról nézték az eseményeket. Azt tudod, hogy most megválasztják a pünköst királyt és a pünköst királynét. Te indulsz ezen a választáson? Nem. Nem szeretnél pünköst királyné lenni? Nem. És miért? Csak nem. Kicsik és nagyobbak egyaránt jól érezték magukat pünköst hétfőn a város főterén, a különféle táncos, zenés és kézműves foglalkozásokon. A tanév végéhez közeledve talán nincs is olyan diák, aki ne számolná a napokat a vakáció kezdetéig. Az év legjobban várt időszak azonban jelentős logisztikai és anyagi nehézséget jelent a szülőknek. Sok esetben nagy gondot okoz, hogy mivel és hol töltse a gyermek a nyári vakációt, amíg a szülei dolgoznak. Az utcát járva arra voltunk kíváncsiak, önök ezt hogyan oldják meg? Hogyan szokták megoldani a gyermekek elszállásolását a nyári vakációk alatt? Hát a nagymamákhoz. És mivel lehet elfoglalni egy kicsiket? Hát azért, hogyha úgy van, hogy szeretik a meséket, akkor mesélni, játszani, homokozni, hintázni.
amelyik gyerek biciklizni tud, akkor még azért biciklizni is el lehet menni, és akkor strand is. És egyébként nehezebb ez az időszak, mint a suli idő? Hát az attól függ, mennyire vannak lefáradva, hogyha azért egy kis jó programot csinálunk, nekik is odafigyelnek, akkor azért nem annyira. Ez egy olyan változó, hogy hogyan ébrednek, vagy éppen mennyire bosszankodnak dolgokon, hogyha esetleg nem úgy sikerül valami, de nem, nincs vele baj. Várod már a nyári vakációt? Hú, hát igen, eléggé. És mit szoktál csinálni a szünidő alatt? Dolgozni szoktam, meg bulizni leginkább. És mi az, amit a legjobban szeretsz? Hát gondolom, nem a munka. Hát nem, a barátaimmal lenni leginkább. Mivel szokta lefoglalni a gyermekeit a nyári szünidő alatt? Strandolással, kirándulásokkal. És nehezebb ez az időszak egyébként? Nem. Le tudjuk. Meg táborokban vannak. Hát nagyon nehéz, mert az az igazság, hogy most beteltek ezek a különböző táborok, és a szülők meg dolgoznak. Mi meg hát azért már idősek vagyunk, úgyhogy mi inkább elmegyünk szabadságra is, el kell menni. Meg hát nálunk vannak. Mivel szokta őket lefoglalni? Hát a tőserdőbe szoktunk kimenni a fürdőbe, és ott nagyon vízbiztos a gyerek, úgyhogy nem is kell rá vigyázni, és ott jól el van. Legtöbbször kijárok az uszodába, úszni és napozni, meg esetleg kirándulunk a hegyekbe, és ha van pénzünk, akkor befizetek egy külföldi útra. És jelent ez plusz terhet így a szülőkre, nagyszülőkre nézve, a nyári szünet? Igen, rengeteg plusz terhet, mert az ember dolgozik, és akkor a kisgyereket nem tudja kirehagyni. És akkor pénzt kell rászánni, hogy esetleg táborba vagy ilyen helyre beírassuk. Mit szerettek csinálni a nyári vakáció alatt? Hát én szeretek kézilabdázni kint a pályákon, megjátszani a többiekkel. És mit szeretsz a legjobban, vagy miért várod a legjobban a vakációt? A pihenés miatt, hogy nem kell minden nap tanulni mindenre, meg minden ilyesmi. Te miért várod a nyári vakációt? Hát, hogy vizes játékokkal együtt legyek a társaimmal, egy kicsit napozás, pihenés, kikapcsolódás. És mit szeretsz a legjobban csinálni, vagy mi az, amit a legsűrűbben csinál? Hát, strandlabda. Hogyan készülnek a nyári vakációra? Mivel próbálja lefoglalni majd a gyereket? Hát, nekünk ez nem gond falun. Úgyhogy egyrészt azért van a kertes házba program, illetve hát azért napközis táborba, úszótáborba azért be van íratva már a gyerkőc, meg vannak terveink ezen kívül is. És nehezebb időszak egyébként? Nekünk nem, különösebben. Hál' Istennek meg tudjuk oldani, hogy legyen program nekik is. Visszaszámlálás után egyszer rengettek a magasba 1000 lufit az eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódva Kecskemét főterén, miközben hangosan kiáltotta a tömeg, gyertek haza! Az 1000 lámpás éjszakája országos rendezvénysorozat egyik helyszíne volt városunk is. A mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet az eltűnt gyermekekre. 5, 4, 3, 2, 1! És mehetnek a lufiék! Magyarországon az eltűnés miatt regisztrált hatályos körözések száma a 2018. április 10-i állapot szerint a fiatalkorúaknál 1726, a 14 év alattiaknál pedig 649. Az eltűnt gyermekek világnapja május 25-e, ehhez kapcsolódóan a hónap utolsó vasárnapján 8. alkalommal rendezték meg az 1000 lámpás éjszakája országos programsorozatot. 10 városban, köztük Kecskeméten is, 1000 világító lufit engedtek a magasba, jelezve, hogy minden gyermeket hazavárnak. Szeretnénk ezzel felhívni a figyelmet arra, hogy bár vidámságban is gyereknap van, de viszont nagyon sok gyereknek ez nem annyira vidám nap, hiszen nincsenek a családjukkal. Csak a tavalyi évben 19 ezer gyerek tűnt el csak Magyarországon, és hát az Európa szerte is egy hatalmas szám. Úgyhogy ezt szeretnénk egyre jobban csökkenteni, meg minél több gyereknek megtalálni a hazavezető utat. A kampányt 2011-ben indították el. Az akkori rendőrségi statisztikák szerint ugyanis 2010-ben 10.400 fiatalkorú eltűnését jelentették be a nyomozóhatóságoknál. Ez a szám már akkor is sokkoló hatású volt, de azóta ez a folyamat évről évre csak romlik. Az 1000 lámpás éjszakája civil kezdeményezés programjainak, főleg a teljes doboz kampányuknak érezhető a hatása. A magyar teljes dobozokon láthatóak a fotók,
és az, hogy kit keresnek, és ott ilyen bejelentéses alapon nagyon sokan mondták, hogy hát én ezt a kisgyereket láttam. És akkor utána lakossági összefogásként, és erre kérnék a kedves lakosokat is mindenhol az országban, hogy így, ha látnak bárkit, vagy tudnak bárkiről, aki nem tartozik senkihez, úgymond kisgyerek, ő valószínűleg elveszett, tehát akkor az rendőrségre, önkormányzatra, bárhova igenis kézen kell fogni a kisgyereket, be kell vinni, és hát, ha megtaláljuk a családját. A kezdeményezésnek köszönhetően több száz gyerek talált már vissza családjához. Az Ezer Lámpás Éjszakája programsorozat fénypontjaként országszerte 20 ezer világító lufit engedtek a magasba, hogy jelképesen mutassák a hazavezető utat az eltévedt gyermekeknek. Kedves nézőink, ennyi fért júniusi adásunkba, a Családban marad, legközelebb júliusban jelentkezik friss, új tartalommal. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!